Az idei témákat, történeteket kicsit a vizes VB-hez is kapcsolódva, a víz és a tenger kötötte össze. 5 olyan bibliai történetet mesélünk el a gyerekeknek, ami a tengerhez kapcsolódik. Volt szó Noéról, Mózesről, Jónásról, a mai nap, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, és holnap lesz Pál hajótörése. Több mint 15 éves hagyománya van már a tábornak, mely minden nyáron több tucat gyermeket vonz. Volt olyan év, amikor 120-an is voltak. Most az idén olyan 50 és 60 között van a gyerekek létszáma. Ez mindig változó, minden évben változó, illetve az a tendencia, hogy inkább kisebb gyerekek érdeklődnek a táborunk iránt. Inkább alsósoknak, illetve 12 éves korig próbáljuk kitalálni a programokat, úgyhogy a nagyobb gyerekek inkább csak segíteni jönnek ki. A program minden nap délután 2-kor közös énekléssel, játékkal kezdődik, majd egy-egy bibliai tanítás már a csemetékre. A bőséges uzsonnát mindig nagyon különleges, szabadidős tevékenység követi. A gyerekek nagyon-nagyon szeretnek kézműveskedni. Nagyon sok ötletet hoztak össze így a munkatársaink, a segítőink, úgyhogy van bőven miből válogatni, hogy milyen emlékeket vigyenek majd haza, amire ha rákukkantanak majd iskolában járva is, akkor emlékezni fognak erre a táborra. De ezzel párhuzamosan folynak inkább fiúknak való, nagyobbaknak való mozgásos, szabadidős programok. Nagyon szeretik a számháborút, az egy örök slágerit, a foci, ugye ehhez nagy a terep. Akkor itt van az udvarunkban egy jó nagy trambulin, nagyon ügyesen, időre beosztva, felnőtt felügyelettel, kicsik nagyok szívesen használják. Aztán így a nagy melegre való tekintettel ma délutánra ilyen locsolkodós, vizes játékokkal készültünk. De tegnap, hogy legyen egy kis érdekesebb része is a tábornak, meglovacskocsikáztattuk őket két csoportban, és hát holnap lesz igazából a hét nagy meglepetése, amikor egy ugrálóvárral várjuk majd a gyerekeket. Csütörtökön délután a vizes témához kapcsolódva és tekintettel a nyári hőségre, a kiskörösi önkéntes tűzoltókat hívták el a szervezők a gyerekek nagy-nagy örömére.